Sziasztok srácok, ebben a videóban csak angol játékosok igazolásával kell megnyerjük minél több trófeát, méghozzá az Arsenal színeiben. A londoniak legutóbb a 2003-as, 2004-es szezonban lettek bajnokok, és ebben a szezonban is eléggé közel vannak ehhez. Leszimuláljuk a bajnokságot a jelenlegi állásig, és meglátjuk, hogy hova igazolhatunk új játékost. Ha tetszenek a tartalmaim, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok is fel! Nézzünk rá a kezdőcsapatunkra, hát itt lehet, hogy egy-két módosítást kell végezzünk. Srácok, így első ránézésre ez lesz a kezdőcsapatunk, hát most le fogjuk szimulálni a 23. fordulóig. Eljött az igazság pillanata, nézzük, hogy hányadik helyen vagyunk a 22. forduló után, és az első helyen vagyunk méghozzá 7 pont előnnyel. Óriási eredményt értünk el, legalábbis eddig, amit leszimuláltam. Harry Kane-t gondoltam, hogy leigazoljuk, szóval ő fog ide kerülni. Talán még egy középpályást fogunk igazolni. Már egyezkedünk Jude Bellinggemmel, valószínű, hogy le fogjuk tudni igazolni a Reáltól. Egy rakás pénzt adunk érte, de és mostantól Jude Bellingham az Arsenal játékosa. Szerintem ez egy óriási fejlesztés, és szerintem nem is nagyon tudjuk összetenni Kai Havertzsel a középpályán. Sokkal, de sokkal jobb lesz. Mivel 67 millió maradt, ezért nem igazán tudunk játékost igazolni, úgyhogy minden marad úgy, ahogy volt. Távozott Trossard, és most Gabriel is elhagyja a csapatunkat, ami azt fogja jelenteni, hogy fogunk igazolni egy középhátvédet, méghozzá angolt. Két opció lenne, de szerintem Tomorit fogjuk leigazolni, és úgy néz ki, hogy sikerült megegyezzünk, és mostantól Tomori is a csapatunk tagja, a második angol játékos érkezik a csapatunkhoz, egy cserét is össze fogunk hozni, méghozzá elcseréljük Martinellit és még egy kis pénzt, és így most már Foden lesz a bal szélsőnk. Három játékost igazoltunk, és így most már összesen 7 angol játékos van a kezdő csapatunkba, ami szerintem nem is olyan rossz. A BL-ben ugye a Porto ellen fogunk játszani első alkalommal, ezt le fogjuk szimulálni, nézzük, hogy milyen eredményünk van. 5-1, na hát innen biztos, hogy nem fogunk kiesni, úgyhogy szerintem a második meccset is ugyanígy le fogjuk szimulálni. Na de akkor nézzük a visszavágót, hát szerintem az 5-1-es összesítésből 8-2-es lett így. Azért az nem olyan rossz, de ahogy láthatjátok, például a Lipcse lehet, hogy meg fogja verni az Intert és ki fog esni, sőt a Lazio is a PSG-t, ami eléggé érdekes. Fontos meccs előtt vagyunk, hiszen a Manchester City-vel fogunk játszani méghozzá a 28. fordulóban. Hát itt van egyébként 2 piroslapos játékosunk is. Én egyébként mindenképpen szeretném ezt megnyerni, mert ha nem, akkor a Manchester City meg fog minket előzni. Kovacsicstól nem tudjuk elvenni. Haaland! Atya ég, Ramsdale a legjobb helyen volt. Az baj, Bernardo Silva! Kapufa! És Ramsdale még éppen, hogy csak visszaír. Szögletből szépen hozzuk ki. Nem jó. A Morito most már Fodenhez kerül. Saka. Szép passz. És Saka kapja vissza. És aki pont odaáll, hát egyértelmű, hát hova is állhatna máshova. És srácok, ennyi volt ez a meccs, hát egy döntetlennel kezdjük idézőjelben ezt a videót. A negyed döntőben a Bayern az ellenfelünk a BL-ben, de ezt az első meccset is leszimuláljuk, nézzük, hogy milyen eredményünk lesz. Hát a másodikat le kell játszani, mert ha nem, ki fogunk esni, én úgy érzem. Hosszú beadás a Bayern-től, Kane kapja, Harry Kane és belövi. 1-0. Hosszú beadás Foden irányába. Jól vesszük át. Ott van még a labda. Gabriel Jesus, és kiegyenlítünk. 2-2 ismét. 73. perc, Bellingham. Nagyon jó, Gabriel Jesus nagyon szépen elviszi a védők mellett. Gabriel Jesus, és Neuernek a keze még odaér, és ki tudja védeni. Hát nem igaz. 11-esek. Hát az óriási akkor. Nézzük az első Bayern 11-est. Hiába vetődtünk jó irányba. Nézzük Sakát. Bal felső sarok. Fú, Neuer abszolút nem tudta védeni. Következő Bayern 11-es. Nyilván, hogy a másik irányba lövik. Gabriel Jesus, nézzük a bal felső sarkot ismét. Uff, nagyon bevágta. Következő Bayern 11-es, na nézzük. Nem igaz. Másik irányba, nézzük. Uha, sima, nagyon jó, 3-3. Lehet ez eléggé hosszú lesz. Következő Bayern 11-es, és kivédjük. Ramsdale kivédi. A bal felső sarkba nézzük, Ødegaard. Easy, nagyon easy. Ezt viszont, ha megfogjuk, akkor ott vagyunk a BL elődöntőjében. Nézzük Ramsdale-t. Nem igaz. Be kell, hogy lőjük Neuer ellen a 11-est. Nézzük, hogy merre tudjuk lőni. Bal felső sarok. És belőjük magunkat az elődöntőbe Phil Foden 11-esével.
Újabb fontos meccs van előttünk, méghozzá a Chelsea ellen fogunk játszani. Egy az egyben hozhatjuk a kapura a labdát Sakával. Saka, inkább lepasszoljuk, ott a lehetőség, easy, nagyon easy, meg lehet akár a 2-0 is. Csak az a baj, nem tudom, ez mennyire jó az a labda. Foden, valaki kellene középen segítenie, de nem tud senki sem segíteni. Az első félidő végén még lesz egy hosszú beadás. Jó jön, Gabriel Jesus 2-0, na innen nem jön vissza a Chelsea. Üresen kapjuk a labdát, Saka. Saka ott a 16-oson belül. Saka, eltekerjük, 3-0, hát ez parádé. És srácok, az Chelsea elleni meccsünket 3-0-ra nyertük meg, ami egy elképesztő eredmény, ez egy újabb értékes 3 pont számunkra. Itt láthatjátok a BL elődöntőket, és azt is láthatjátok, hogy a Lazio az első meccse megverte a Manchester City-t, szóval egy lépéssel ők vannak közelebb, mi pedig a Dortmund ellen fogunk játszani, na hát nézzük az első meccset, ha leszimulálom, mi lesz és milyen eredményt kapunk. Az első meccset leszimulálva 3-1-re nyertünk, hát innen nem hiszem, hogy ki fogunk esni, szóval szerintem a másodikat is le fogom szimulálni. Nézzük a második meccsünket, hát remélhetőleg ezt is megnyerjük, így is van, és 5-2-es összesítéssel bejutottunk a BL döntőbe. A bajnokság utolsó előtti meccsét láthatjátok, méghozzá a Manchester United ellen. Meg is van az első támadási lehetőségünk, és óriási indítást kap Foden. Na nézzük, Foden mennyire gyors. Hát sokkal gyorsabb, mint a Manchester United védelme, de belelőjük a kapusba. 19. perc, és újabb támadás a részünkről. Nagyon jó, Gabriel Jesus kilép egy védő mellől, és Martinezben pedig elakad a labda. Rashford irányába egy nagyon szép labda, csak a védők nagyon lemaradtak. Ramsdale-el kell kijönni a kapuból. Ramsdale, és még egyszer bele tud vetődni. Hosszú beadás a részünkről, nézzük, kinek tudjuk odafejelni. Nagyon jó, Ødegaard, és nem igaz, hogy pont visszaér a védő. És 11-eshez jut a United a 74. percben. Hát nem tudom, hogy ezt ki fogjuk-e tudni védeni, de remélhetőleg, hogy igen. Nézzük, merre lövi Rashford. Nem igaz. És ennyi volt a meccs, srácok, a United ellen kikaptunk 1-0-ra. Hát így izgalmasabb lesz az utolsó része a bajnokságnak. Az utolsó fordulóban ugyanannyi ponttal, nyilván sokkal jobb gólkülönbséggel első helyen vagyunk. A City a West Ham United ellen fog játszani, mi pedig az Evertont fogadjuk, úgyhogy nézzük ezt a meccset. Én nagyon remélem, hogy meg lesz a bajnoki cím. A 9. percben meg lett az első támadásunk, óriási indítás. Csak ez lehet nem lesz pontos labda, sőt még így lehet jó, nem lesz jó. Hosszú beadás, nagyon jó, Saka ott a 16-oson belül, Gabriel Jesus és belövi, így most már 1-0. Elvileg szólóban vezethetjük a labdát, így inkább lesz sokkal nagyobb esélyünk, Gabriel Jesus és mellé lőjük. Hát ez nem igaz, az jó lehet Sakának, Saka, 16-oson belül van Saka, és nem igaz, hogy Pickford kivédi. És srácok, úgy néz ki, hogy megvan a bajnoki cím. Hát szerintem megérdemeltük, annak ellenére, hogy mennyi nehéz helyzet volt ezen a meccsen. 21 év után lettünk bajnokok az Arsenallal, és még hátra van a BL döntő, amit megnyerhetünk. A BL döntőben végül a Lazio ellen fogunk játszani, ami egy elképesztő meccs lehet. 10. percben nekünk lehet helyzetünk. Nagyon szép labda. Gabriel Jesus, rálőjük, és megvan a vezetés. Hát az nagyon-nagyon egyszerűen megy egyelőre. Hosszú beadás. Visszafejeli Felipe Anderson? Nem. Szerintem nagyon jó tette, hogy nem fejelte vissza, mert lehet gól lett volna belőle. 64. perc. Lazio támadás. Hát nem tudom, ezt ki tudjuk-e védekezni. Nagyon sokan vannak itt a középen. Ezt rosszul csináltuk. És... nem igaz, hogy ilyen helyzetből kapunk gólt, te jó ég. Nyilván már nem engedi a játék, és nézzük, hogy mi lesz. Szerintem 11-esek lesznek, így is van. Hát 11-essel nyerhetünk BL-t, ha nyerünk egyáltalán. Az első Lazio 11-es. Nézzük Gabriel Jesust. Bal felső sarok. Jó fele mozdult a kapus, de nem tudta kivédeni. Castellanos 11-ese. Következő. Rice. Jobb felső sarok. És éppen, hogy csak bemegy. Fú, de közel volt, hogy kivédje. Guendouzi. És kivédjük Ramsdale-el a 11-esét. Nketiah. Nézzük. Jó fele lövi, és a kapus is jó fele vetődött, de nem ment be. Hummels. Na nézzük, merre lövi. Atya ég, kicsi tartotta, és ki tudtuk volna védeni ezt is. Ødegaard. Na nézzük. Bal felső sarok. Ez be kell, hogy menjen. Úgy is van. Ha ezt a 11-est kivédjük, akkor megvan a BL cím. És...
De közel voltunk. Bellinghamen a világ szeme. Legalábbis az Arsenal szurkolók szeme, és Bellinghamben belőjük, és így megvan a BL cím, és megvan még a bajnokság is, hát szerintem ennél jobban nem is lehetett volna ezt a videót zárni. Köszi szépen, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk, ha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és egy feliratkozást is. Én Lehel voltam, és sziasztok!